Hogyha össze kell foglalnom, hogy ki nyerhet felvételt idén, akkor úgy foglalnám össze, hogy mindenki, aki egy, benyújtja a jelentkezését határidőn belül, és természetesen be is fizeti az eljárási díjat, hiszen ez online a jelentkezésnek a része. Aki megfelelő végzettséggel jelentkezik a felvételhez, vagyis a megfelelő érettségiket teszi meg, a szak jelentkezéseinek megfelelő érettségiket teszi meg, aki eléri azt a jogszabályi minimumpontszámot, ami ugye alap és osztatlan képzés esetén 280, felsőoktatási szakképzés esetén 240, és aki minden egyéb feltételt teljesít plusz, eléri a ponthatárt. Ugye az minden egyes felsőoktatási intézmény esetén különböző lesz, tehát ezeket kell tudni teljesíteni ahhoz, hogy a pontot partin mosolygó arcokat lássunk tömegével. Az utolsó érdemi diámhoz értem, és itt egy picit megállnék, erre egy picit szánnék időt, mert azt gondolom rettenetesen fontos, hogy mindenki, aki amikor felvételi jelentkezést nyújt be, akkor világosan és kristálytisztán értse, hogyha mondjuk MNA jelentkezést nyújt be, akkor ez mit is jelent, mi az az A betű a végén. A Magyar Állami Ösztöndíj. A Magyar Állami Ösztöndíj konstrukció nem ugyanaz, mint az állami támogatott státusz, ami a korábbi években volt. Ezt nagyon fontos, hogy mindenki tudja. Korábban a hallgató bejelölte a jelentkezési lapon az A-t, felvételt nyert A-s képzésre, attól kezdve nem volt semmi dolga, nem volt semmi gondja. Ha tanult normálisan, akkor az állam fizette a tanulmányait, és kész, pont vége. Ez már nem így van. Ez már egy olyan kicsit szerződésszerű konstrukció, amikor nektek, amikor már felvételt nyertek állami képzésre, akkor jelentkezési lapon alá kell majd azt a mondatot írni, hogy tudomásul veszitek a Magyar Állami Ösztöndíj követelményrendszerét, vagy a Magyar Állami Ösztöndíjas vállalásokat. Ezeket törvény rögzíti, a felsőoktatásról szóló törvény. Ez azt mondja ki, hogy a Magyar Állami Ösztöndíj keretében az állam finanszírozza a ti tanulmányaitokat, tehát biztosítja a felsőoktatási intézménynek azt az összeget, amiből a ti képzésetek biztosított vagy megoldható. Ezért cserébe kettő dolgot kell teljesíteni. Az egyik, hogy a képzési időn másfélszeresén belül meg kell szerezni az oklevelet. Mit jelent ez? Van minden egyes képzésről egy miniszteri rendelet. Ez a miniszteri rendelet konkrétan megmondja azt, hogy mondjuk magyar alapképzési szakképzési ideje 3 év. Ez nem az, amennyi idő alatt te majd meg fogod szerezni az okleveledet, ez az az elméleti idő, amennyi idő alatt meg lehet szerezni elvileg mondjuk egy magyar alapszakos oklevelet. Ez a képzési idő. Ennek a másfélszerese jelen esetben mondjuk 4,5 év. Tehát amikor aláírod a beiratkozási lapon, hogy teljesíteni fogod a követelményeket, akkor számolt ki, hogy a képzési időd másfélszerese mennyi, mert az alatt neked oklevelet kell szerezni. Azt nem sikerül teljesíteni, akkor vissza kell fizetni az államnak az állam által a hallgatóra fordított önköltségek összegének a felét. Tehát az összes félévi önköltséged összeadódik, és annak a felét vissza kell fizetni az államnak. A második vállalás, amit vállalni kell Magyar Állami Ösztöndíj esetén, ez ahhoz kapcsolódik, hogyha már sikerült megszerezni az oklevelet. Tehát ez azt jelenti, hogy oklevélszerzés után annyi időt kell Magyarországon vagy hazai TB jogviszonnyal eltölteni, munkavállalási TB jogviszonnyal eltölteni, amennyi ideig Magyarországon állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytattál. Tehát nézzünk egy-két példát. Ha ez nem teljesül egyébként, akkor a teljes összeget vissza kell fizetni a magyar államnak. Nézzünk egy-két példát. Van például nálunk pont itt egy bölcsész a példán, tehát ha valaki egy bölcsész szakra megy be, 3 éves a képzés, és tegyük fel, hogy ő 3 év alatt végezni is fog, akkor ez azt jelenti, hogy a munkavállalási szakaszban az oklevélszerzést követő 20 évben legalább 3 évet Magyarországon dolgozni kell. Ez nem egy óriási vállalás, hiszen ez azt jelenti, hogy 17 évet lehet külföldön dolgozni, de ezt a 3-at mindenképpen teljesíteni kell, ha nem, akkor a pénzösszeg visszafizetendő a magyar államnak. Ezt nagyon komolyan kell venni, mert ez a visszafizetési kötelezettség, ez adók módjára behajtandó köztartozás, ami azt jelenti, hogy a leánykori nevén APEC, most már NAV, tehát az adóhivatal ezt be fogja hajtani.